Hello, Gá Kristóf vagyok. Egy vidám vállalkozó, aki heti 2,5 nap munkával vezeti a több mint 10 éves, 12 fős, 120 milliós vállalkozását. Ebben a videómban mutatok neked egy nagy hatású, általam is kipróbált és nálad is működő tippet. Ennek a résznek a címe, miért fontos a mozgástér egy vállalkozásban, és hogyan lehet neked is mozgástered. Kezdjük azzal, hogy mi a mozgástér. Szerintem azt jelenti a mozgástér, hogy nem kell semmilyen lehetőséget kihagynod a vállalkozásodban, pusztán azért, mert nincs rá pénz. Nyilván itt észszerű keretekre kell gondolni, nem arra gondolok, hogy nem tudsz megvenni egy irodaházat, hanem arra, hogy olyan lépéseket, olyan esetleges befektetéseket, beruházásokat, vagy bármit nem tudsz megtenni, mert nincs mozgástere a cégednek. Egy harcművész példával élve, ugye a harcművészetben is létezik a mozgástér fogalma. Ugye minél távolabb van az ellenfél, annál több lehetőséged van. Ha még nagyon messze van, akkor el is futhatsz, rálőhetsz, rádobhatsz valamit, bármit csinálhatsz. Minél közelebb van az ellenfél, ha már itt van az orrod előtt, akkor nem nagyon van választásod, ott már nem tudsz elfutni, hanem ott küzdeni kell. Tehát ez nagyon jó szerintem ez a példa, és érzékelteti, hogy a cégedben igazából ugyanez a helyzet. Ha nincs meg ez a mozgástér, akkor nagyon-nagyon be vagy kényszerítve esetleg olyan lépéssorozatba, amit egyébként lehet, hogy nem csinálnál meg. Az, hogy a mozgástér hiánya mennyire megbénít, azt én a saját bőrömön tapasztaltam, még 2012 környékén. Akkor már 7 éve vállalkozó voltam, igazából egész jól ment a biznisz, nem panaszkodtam, akkor hárman voltunk azt hiszem éppen, de valahogy sosem volt annyi pénz a vállalkozásomban, nem volt annyi pénzügyi mozgásterem, hogy igazán nagyot tudjak durrantani. És akkor én azt a megoldást alkalmaztam, hogy bevontam egyszerűen kívülről pénzt, teremtettem mozgásteret, és ebből a bevont pénzből tudtam felvenni még embert, ebből adtam ki az első könyvem, ebből mentünk el az első kiállításra a Click Marketinggel. Tehát a pénzügyi mozgástér hiánya az már akkor évek óta blokkolt, hogy nem tudok igazán olyan beruházásokat csinálni, ami kellene ahhoz, hogy nagyot tudjak ugrani. Bevontam kívülről pénzt, ezt csinált mozgásteret, és meg tudtam csinálni az ugrást. Általában összetett probléma vezet oda, hogyha egy vállalkozásnak nincs pénzügyi mozgástere. Valószínűleg marketing probléma van a háttérben, hiszen valószínűleg nem elég jók az ára, így nincs elég bevételed, lehet, hogy munkatárs problémák vannak, hiszen ha nincs elég bevételed, akkor nem tudsz jó munkatársokat megfizetni. Tehát nagyon összetett lehet a probléma, de minden esetre, ha el is kezdesz fejlődni ezeken a tereken, marketing munkatársa gondolkozás, akkor is lehet, hogy az aktuális, vagy még a múltból hozott ilyen mozgástér hiányod megbénít. És annak ellenére, hogy fejlődsz, nem tudsz nagyot ugrani. Ezért nagyon fontos, hogy legyen mozgástered. Nézzük meg, hogy hogyan lehet neked is mozgástered. Szerintem az első lehetőség az, hogy saját erőből építesz magadnak mozgástered. Ha most úgy érzed, hogy neked nincs pénzügyi mozgástered, akkor valószínűleg nem ez lesz a te utad, hiszen ez egy hosszú távú megoldás, tartalékot képzel, optimalizáld a bevételeidet, ehhez biztosan jó marketing kell, de mindenféleképpen azt javaslom, hogy tűzd ki célul azt, hogy ha most elkezd fejlődni a gondolkodásod, elkezd fejlődni a céged marketing téren, meg minden más területen, akkor majd legyen saját erőd később is, ami megteremti a saját pénzügyi mozgásteret. De ha minden esetre most nincs mozgástered, de mégis az kell az ugráshoz, akkor van egy másik lehetőség, amit én úgy hívok, hogy ez a kölcsönzött mozgástér. Ez rövid távon, egészen rövid távon, akár napok vagy hetek szintjén is megy. Igazából egy hitelkeret nyitása az már 2 hét alatt lezongorázható. Tök jó feltételei vannak például a Széchenyi Kártya programnak. Nekünk is van egyébként ilyen hitelkeretünk. Ez akkor is jó, ha amúgy nem kell. Tehát lehet, hogy nekem már nincs szükségem egy banknál egy hitelkeretre, de akkor is jó, ha van, mert igazából a költségei nem magasak, és ki tudja, hogy mondjuk holnap, holnap után, jövőre, mikor jön egy olyan lehetőség, amikor akár a saját mozgásterem nem elég, és valami nagy buliba lehetne beugrani, vagy egy nagy lépés lehetne tenni azzal, hogyha lenne még nagyobb mozgásterem. Tehát azt javaslom neked, hogyha úgy érzed, hogy a mozgástér hiánya nagyon visszafogja a vállalkozásodat, akkor gondoskodj róla vagy, hosszabb távon vagy, kölcsönzött módon. Ugye persze ehhez bíznod kell magadban, mert főleg, hogyha tőkét akarsz kívülről bevonni, hogy én tettem 2012-ben, akkor
Én annyira bíztam magamban, hogy vakon belevágtam, nem gondolkoztam, hogy mi lesz. Én erre nem biztatlak téged, csak akkor, ha tényleg úgy érzed, hogy minden rendben van, nagyon bízol magadban, és már csak ez az ugrás hiányzik. Annó 2012-ben, amikor megcsináltam ezt a tőkebevonást, akkor utána 3 év alatt 10-szeres eredményt értünk el. Egy 10 milliós cégből 100 milliós lett a Click Marketing, 20 ügyfélről 200 ügyfél, 2-3 munkatársról közel 20 fősen nőttünk. És ha akkor nem csinál meg ezt az ugrást, akkor nem tart itt a Click Marketing ma, hogy azt mondom, hogy egy 100 millió fölötti vállalkozás tulajdonosa vagyok. A másik példa, az már idei. Most már van pénzügyi mozgásterünk, és elkezdtünk használni szoftvereket. Mi a Facebook kampányokat kezelünk az ügyfeleinknek, és ott nagyon drága szoftvereket használunk, amik ilyen havi 200 ezer forintba kerülnek. Tehát havi 200 ezer forint a szoftver. Ugye ennek az éves díja 2 millió 400 ezer forint. Mivel van pénzügyi mozgásterem, van ennyi pénzem egyben, tehát van saját erőm, ezért egybe kifizettem ennek az éves díját, és így nem 2 millió 400 ezer forint volt, hiszen nem 12-szer 200 000 forint, hanem 50% kedvezményt adott rá a szoftvernek a bérbeadója. Ezért igazából egy éves távon 50%-ot, 1 millió 200 000 forintot nyertünk azon, hogy egybe le tudtam tenni a pénzt, ahhoz képest, mint hogyha havonta fizetgettem volna. Tehát azért, mert van mozgásterem, vagy így, vagy úgy, ezért havi több mint 100 000 forintot nyerek. Igazából a kiszámolod, ennek még hitelkeretből is van értelme, hiszen 50%-os hozamot hoz ez az akció, de maga a hitel az csak néhány százalék manapság. Az a tippem, amit azonnal el tudsz kezdeni használni, hogy írd össze, hogy miben gátol téged most a pénzügyi mozgástér hiánya. És hogyha úgy érzed, hogy van olyan, ami eléggé megérné ahhoz, hogy akár hitellel kölcsönöz mozgásteret, akkor egyszerűen csináld meg. Tényleg a Széchenyi kártya program nagyon kedvező feltételekkel engedi, hogy ilyen hitelkeretet nyiss, és én azt mondom, hogy nincs mire várnod, ha jó, amit csinálsz, ha bízol magadban, akkor csináld meg az ugrást. Ha tetszik ez a videó, akkor lájkold, oszd meg az ismerőseiddel, kommentelj, aminek én mindig nagyon örülök, igyekszem rájuk reagálni. Nagyon köszönöm a figyelmed, legyen valódi vállalkozásod!